a kutyus nevét? Szerintem még nincsen neki neve. Majd adni kell neki valami nevét. Én a Facebookon láttam tegnap ezt egyébként, és nagyon örültem, hogy jelezted, hogy elindulsz érte, hogy van egy kutyuska, akinek sebes a feje. Hát meg a mellkasa, a lába, tele van harapott sérülésekkel. És ő egy pitbull. Frissek, igen. Egy pitbull terrier, akit valószínűleg kidobtak egy elveszített meccs után, mert értéktelenné vált, valószínűleg eléggé lenyengült, hogy beteg volt, aztán úgy voltak vele, hogy hadd pusztuljon. De szerencsére összeszedték. Igen, megtalálták. Ozdi állatvédők is jelenleg a Ozdi gyepmesteri telepáron. Ott várja, hogy valaki elhozza. Mi vagyunk a valakik? Igen, mi leszünk a valakik. Nagyon kíváncsi leszek. Én is. Megyünk a nagy Ozdba. Tessék befáradni, kérem szépen. Jaj, de szép volt. Nagyon-nagyon szépen gyógyul. Borzasztó állapotban volt, mikor behoztam. Lábai földagadva teljesen, hogy össze van rágva. Össze van rágva, a fej is gennyes volt teljesen. Légypeték rajta, meg nem hoztam húsit, nem, nincs nálam hús most. Na, most különményesen. Nem hoztam húsit neked élet. Nagyon csúnyán össze van rágva, meg a lábát. Jó. Aranyos kutya egyébként, nincsen vele semmi. Tipikus. Szia, Manu. Tipikus vidéki pitbull sor. Szia. De jó nagy fejű kutya. Jó kíváncsi. Ilyen szépet már rég láttam. Szép nagy kutya. Házi fülvágott. Házi lakfazonírozott. Honnan látod azt? Hát, hogy az alakja, tehát ilyet állatorvos nem vág ilyen alakban fület. Fogd már be a pofádat! De ez, ahogy közelít valaki a terítéshez, hogy már nyomja. Ez elég annyira, hogy az autóba ne vigye be? Aha, igen. Fújjam én? Fújjam. Fújjam? Akkor tartsam én? Ez ilyen rögtön ható, édes? Igen, igen. Nagyon szép lesz. Sebét letakargatja neked, látod? Igen, ott van a sok pitbull szag. Szondi az autóban, és akkor most mi a menet? Hát most irány Budapest, és irány az állatorvos vele. És ott is tartják, ugye valószínűleg? Igen. Na lássuk. Hát ez te is. És cokolom. Házi fülvágás, valószínűleg ollóval, ha minden igaz. De ez meccses kutya. Nézd meg a lábán a sebeket. Mellkason, fején teljesen jellegzetes sebek vannak.
Milyen idős, tudunk erről valamit? 4-5 éves a sattolják. Van csipják? Nincsen, azt szeretnénk beletetni. 26-án kerül be az óvigyelmester terepre. Egy napja volt ott benn, és ebbe így van valami megközelítés valamennyi. Mennyire kedves? Teljesen. Jó, le kéne nyírni a nyakánál, szörök meg rendbe kéne tenni, most nem tudom, hogy mennyire fogja tűrni, de majd meglátjuk. Már nem kereste senki. Milyen nem kereste létre. Meg három magi fogva. Nagyon ügyes baba. Nagyon ügyes pátok baba. Nagyon ügyes kapitán. Szuper okos. Nagyon ügyes van. Nagyon. Most fertőtlenített, ugye? Mm-hmm. Szuper. Mm-hmm. Azért látszik, mennyire harcigas emberre. Félek is nagyon. Reflexz, mi? Ja, mi is féltünk a kocsiba az itával. Mikor ugye az első három percben szétsmárolt az itt a fejét. Azért nem tudják fogadni most, mert parvó van, ugye? Parvó kórházban. Esetek vannak a rendelőben, és azok most fognak kikerülni, és most fognak utána nagy takarítást csinálni. Úgyhogy így holnaptól tudják fogadni, hogy egy pár napra itt tudjon maradni. Lábad. Hogy látod, van valami olyan maradandó, amiért érdemes itt maradnia? Hát ugye van egy pár mélyebb sebe, vannak ödémái, meg az ízületei gyulladtak, meg hát kérdés, hogy igen, ott a gerince. A hátán, a gerincén. Igen, és az biztos, hogy nem kutya csinálta, ugye? Az nem kutya okozta sérülés. Remek. Az vagy beütötte valahova, de akkor igen erősen, vagy bántalmazták. Jó, nem tudni. Az is lehet, ugye, míg az utcán kóborolt, akkor történt vele. Hát ezt nem tudhatjuk. Az a lényeg, hogy most már jó kezekben van. Igen, kapott csipet. Be vagyunk cippelve. Antibiotikumot, fájdalomcsillapítót. Aztán meglátjuk. Igen, erő. És Bumbi lett a neve. És Bumbi lett a neve.